Az adventi időszak hamarosan kezdetét veszi. A legtöbb településen ilyenkor vasárnapról vasárnapra programok sorával lehet a szeretet ünnepére hangolódni. Az energiaválság okozta helyzet csak csekély változást hozott a tamási programok tekintetében. Az elmúlt években megszokottak szerint a rendezvénytéren minden vasárnap, illetve advent utolsó hétvégén szombat-vasárnap is várjuk a látogatókat. Ugyanabban a szisztémában szerveztük meg a programokat, mint ahogy az elmúlt években. Advent vasárnaponként kinyit az adventi vásár a kis faházakban, ahol kézművesek árulják majd portékáikat. Az idei évben egy picit szűkösebbre kellett vennünk a költségvetést, nyilván az energiaárak alakulása miatt, így az első három advent vasárnapon helyi amatőr művészeti csoportok lépnek majd fel a rendezvénytéren fel állított szabadtéri színpadon. Itt tulajdonképpen bemutatkoznak, megmutatják munkájukat, elmúlt egy éves tevékenységüket mindazok, akik amatőr művészeti területen megjelennek Tamásiban, legyen ez egy német kórus, vagy a fúvós zenekar, a Pántlika Néptánc Együttes, vagy éppen az általános iskolások kórusa. Mindenkit nagy szeretettel várunk természetesen, ezekre a vasárnapokra is. A karácsony előtti utolsó hétvége alkalmával pedig mind szombaton, mind vasárnap lesz lehetőség az ünnepre hangolódni a tamási rendezvénytéren, amikor is több fellépő gondoskodik majd az ünnepi hangulatról. Az amatőr művészeti közösségek mellett két profi fellépőt is köszönhetünk majd. Szombaton Heinz Gábor Biga és Kontor Tamás koncertjére kerül sor, vasárnap pedig Horváth Charlie szóló koncertje csendül majd fel a téren. Ugyanúgy a tér külsőségeiben is hasonlítani fog az elmúlt időszakhoz, hiszen felállítjuk majd a város nagy adventi karácsonyfáját, a nagy adventi koszorút a körszínpadon, amelyre már felhívást is tettünk közzé, miszerint szeretettel várjuk azokat, akik szívesen készítenének az adventi koszorúra díszeket. Ennek elhelyezésére, díszítésére majd advent első vasárnapján kerül sor. Az ünnepkör nélkülözhetetlen eleme a Betlehem, amely idén is az előző években már megszokott helyen kerül majd elhelyezésre. A takarékosság jegyében egy diszkrétebb világítás gondoskodik majd az ünnepi hangulatról a rendezvénytéren. Mivel ez a város központi tere, ahol a rendezvényekre, eseményekre, közösségi találkozásokra sor kerül, így az adventi díszkivilágítás sem marad el az idei évben sem. Igyekszünk az intézményeket, a művelődési központot, a könyvtárat is olyan dekorációval ellátni, illetve a téren is olyan dekoráció fog szerepelni, ami megidézi az advent hangulatát. Az ünnepkörökhöz kapcsolódóan rendszerint rajzpályázatot ír ki a művelődési központ a város legifjabb lakóinak. Idén sincs ez másként, november 22-ig várják a pályamunkákat a Zöldpont és Civilházba. Az Én Karácsonyom címmel diákok, gyerekek, óvodások, iskolások jelentkezését várjuk, és bízunk benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan nagyon nagy számú pályamunka fog érkezni erre a felhívásra. A mögöttem látható Zöldpont és Civilház ablakaiba, ővek felületeire fogjuk elhelyezni ezt a kiállítást, illetve a városközpontban a művelődési központ ablakait is ezekkel a képekkel fogjuk majd díszíteni. Az említett karácsonyi rajzpályázat eredményhirdetésére november utolsó napján kerül majd sor, így az ünnepi dekorációhoz a gyermekek alkotásai is hozzájárulnak majd. A térről pedig nem fognak hiányozni az árusok, és a karácsonyi hangulatot idéző fények, illatok és ízek sem.